Tárgyrestaurátorok munkáját, összesen 22 kreációt lehet megtekinteni a József András Múzeumban, főként a 2016-2017-es tanévben. A Magyar Képzőművészeti Egyetemen végzett iparművész-restaurátor hallgatók diplomamunkái közül válogattak az őszi tárlathoz. A kiállított tárgyak mellett a posztereken rövid leírások és fényképek szemléltetik a beavatkozások előtti állapotot, a restaurálási folyamat fontosabb lépéseit és a végeredményt. Ma nyitottuk meg a Restaurátorok Műhely Titkai 2 című kiállításunkat. A tárlat az úgy gondolom, hogy most már hagyományteremtő, mert tavaly volt a először, és akkor a sikere volt, hogy úgy gondoltuk, hogy ebben az évben is megrendezzük. A tárlaton nem csak korban, anyagban is változatos darabokat láthatnak az érdeklődők. Sokszor a bőr, fém, textil, üveg, de akár papíranyagú tárgyak is javításra szorulnak. Ezeket is megtekinthetik a látogatók. Ha azt mondom, hogy restaurátor, akkor valami mindenkinek eszébe jut. Többnyire azt gondolják, hogy ja, akik festményeket, esetleg bútorokat restaurálnak, de az, hogy vannak esetleg kerámia restaurátorok, vagy ötvös restaurátorok, vagy netán papír restaurátorok, az ritkábban jut az emberek eszébe. És különösen az nem talán, ahogy hogyan dolgoznak. A kiállítás lehetővé teszi a restaurátor szakma alaposabb megismerését és a műtárgyvédelemben tevékenykedők bemutatkozását. A látogatók betekintést nyerhetnek a nyilvánosság elől gyakran rejtve maradó restaurátori műhelyekbe, felfedezve, hogy ez a felelősségteljes szakma a széleskörű elméleti tudáson túl nem csak kézügyességet igényel, sok esetben leleményességre is szüksége van a restaurátornak. A kiállítás november 30-áig tekinthető meg a József András Múzeumban.